Második napja, a sokadik órája vitatja a ház a költségvetés törvénytervezetnek hívott izét. Azért mondom csak ezt, több képviselőtársam, ezért képviselőtársam ennél cifrábban írta körül, vagy ennél cifrább jelzőket is használt erre a dokumentumra, mert hogy a költségvetés elvileg egy ország azért fogadja el, az országgyűlés, hogy tervezhetően, kiszámíthatóan megmutassa mind az állampolgárainak, mind a vállalkozóknak, idehaza és külföldön, hogy mire számíthat attól az országtól. Mennyi bevételt kíván beszedni, még egyszer saját polgáraitól, illetve vállalkozásaitól, és mire kívánja elkölteni ezt a pénzt, mindehhez természetesen milyen adórendszer, milyen bevételi struktúra fog mellé kerülni. Hogy kb. Milyen növekedésre számít, milyen lesz a nemzeti valuta értéke, az árfolyama, milyen inflációval számol, és ehhez mindenki tudja alakítani a saját életét. Persze elsősorban a költségvetési szervek, hiszen nekik enélkül semmiük nincsen, de a vállalkozók és a kedves állampolgárok is ki tudják számolni, hogy van nagyjából mi fog velük történni. Na most tisztelt államtitkár úr, ez a javaslat, hát ezeknek nem nagyon tud megfelelni. És hogyha ezt most csinálnák először, akkor jöhetnének azzal, hogy de majd meglátjuk, hogy ez nem így lesz. Meg majd mi ne riogassunk itt, mert majd ez a költségvetés ez meg fogja állni a helyét. Államtitkár úr, ez már csak üres, ócska duma. Tavaly itt álltunk, ültünk ebben az épületben, amikor voltak kedvesek, ugyanígy, az tavasz ülésszak végén egy kitörő háború, energiaválság, inflációs nyomás alatt ugyanezt a hülyeséget elkövetni, hogy egy évvel előre akartak, vagy fogadtak el, vagy fogadtattak el a parlamenttel, és nyilván Fideszes, KDNP-s képviselőtársaim vígan és dalóban nyomogatták a gombot, mintha nem lenne holnap az országgyűléssel költségvetés tavaly. Most szokták mondani, hogy nem érte meg a tavaszt, hát ez nem, hogy a tavaszt nem érte meg államtitkár úr, bár mondanám előbbi felszóló fideszes képviselőtársamnak is, hanem a teret se érte meg. Tehát a hatályba lépése előtt egy üres fabatkát nem ért az a törvény, amit elfogadtattak ezzel a házzal, és ezt önök pontosan tudták abban a pillanatban is, amikor ön itt védte anya tigrisként, meg mondta az okosságokat a kormány nevében. Ez most is így van, államtitkár úr. Következőket nem sikerült eltalálni, egy költségvetésnél azért ez egy kicsit kellemetlen. Nem sikerült eltalálni a GDP növekedés mértékét, egy kicsit se, ugye 4%-kal számoltak, gyakorlatilag most technikai recesszióban van az ország hónapok óta. Nem sikerült eltalálni az inflációt, amit 5%-ra, még egyszer hangsúlyozom, 5%-ra terveztek tavaly. Tehát, hogy halka jegyezném meg, hogy aki ezt az 5%-ot leírta, az vagy nem ért hozzá, vagy szándékosan félrevezette a Magyar Országgyűlést. Egyik sem indokolná azt, hogy idén-nyáron költségvetést hozzon még be ide a ház elé. Nem sikerült eltalálni a forint árfolyamot, ami egy elég apró tényezője egy költségvetésnek, tekintve, hogy nagyon-nagyon sok minden kiadás és bevétel nagyságrendileg függ tőle. Ami azt illeti, tisztelt képviselőtársaim, a mostani benyújtott javaslatnál ugyanez lesz a helyzet. Nem tud más lenni. Ezt a költségvetési tanács is virágnyelven egyébként szó szerint leírta, amikor azt mondta, hogy az újra tervezés elkerülhetetlen nagy valószínűséggel, és a költségvetés, erre mondom az a virágnyelv kifejezést, iránytű jellegét nem tudja betölteni. Nem tudom, hogy milyen más jellege van egyébként egy évvel a hatályba lépése, vagy fél évvel a hatályba lépése előtt, mint hogy iránytűt mutasson, az most biztos nem fog. Egy tisztességes, a törvény betűjét és szellemét betartó költségvetési tanács az én véleményem szerint nem ezt írta volna le, államtitkár úr, hanem azt, hogy fejezzék már be, hogy az árszámadási törvény ismerete nélkül előre ilyen bluff törvényeket fogadnak el költségvetési törvény címén. Mindenkit átvernek, saját magukat is. A saját kormánytagjait, a minisztériumi munkatársakat, a cégeket, a vállalatokat, a saját állampolgáraikat. Ehhez nem lehet igazodni. És most se tudják még, nem, hogy nem tudják, hogy mi lesz jövőre, államtitkár úr, azt tudják, hogy most mi van. És a 22. zárszámadás elfogadása előtt ez a plénum, mint országgyűlés nem is fogja tudni.
És megint így fogadunk el egy jövő évi költségvetést. Visszatérve a tavalyira, már megvan a tapasztalat. Ugye mi történt? Fogták magukat, és egy kormányrendelettel, és hadd ne idézek történelmi időket, hogy mikor volt, egyébként ilyen soha nem volt. Még a legvadabb időszakban egy kormányrendelettel adnak ki, úgy működő parlament mellett komplett költségvetési törvényt írnak át. Egy esős december végi napon, ha jól emlékszem, vagy hóesés közepette kiadtak egy új költségvetést. Oszt jó napot, ahogy a főnök szokta mondani. Majd amikor kiderült, hogy azért ez mégse illik európai országokba, akkor idén tavasszal ezzel a házzal a teljesen új költségvetést végig vitattatták, tök más számokkal, mint amivel tavaly elfogadta a ház, és ha nem tévenek államtitkáról, ön tudja sokkal jobban, mint én, ehhez az idei költségvetéshez is még idén biztos, hogy hozzá kell majd nyúlni. Az egy más kérdés, hogy behozzák ide a ház elé, vagy megint elegánsan valami kormányrendelettel átirogatják. Tehát összességében azt a funkcióját, amit eredetileg önök mondtak, hogy hozzuk előre a költségvetés elfogadását a tavaszi ülésszak végére, hogy kiszámítható, tervezhető legyen az embereknek és a cégeknek. Na ezt a funkcióját jelen pillanatban biztos, hogy nem tudja betölteni, ezzel ellentétesen konkrétan csak káoszt és zavart okoz mindenkinek. Mert hogy pontosan láttuk, mi történik, kormányrendeletekkel este 10-kor rakosgatják át a 10 meg 100 milliárdokat. Kormányrendeletekkel a háborúra hivatkozva extra adókat vetnek ki. Miközben a magyarok megtakarítási extra adójának az oroszországi ukrán háborúhoz, mondja már meg államtitkár úr. Ez egy tájékoztató jellegű, jelzésértékű izé. Ez nem költségvetés, és körülbelül nagyjából ezzel a komolysággal kell is kezelni. Egyszerűbb lett volna, kiadnak egy sajtóközleményt, hogy önök szerint jövőre erre majd többet költenének, erre meg kevesebbet, és az érdemi költségvetést ősszel vitattuk volna meg az árszámadás befejezése után. Ugye mindig szoktam érinteni a honvédelmi és rendészeti területeket. Ugye a honvédelmi, ha törvényként tekintünk rá, akkor ugye az első mondat, ami egymagában megállja a helyét, a honvédelmi minisztérium fejezett főszege jövő évben csökkenni fog. Most én nem akarok ilyen... hogy mondjam, kormánypártok által sokszor használt ócska eszközzel élni, hogy itt befejezem a mondatot, természetesen a honvédelmi alapba, nem a honvédelmi minisztérium fejezeti részébe, a honvédelmi alapban nőni fog az összeg, és nagyon sok pénzt terveznek elkölteni a honvédség fejlesztésére. Ez két apró probléma van, azon kívül, hogy a honvédelmi bizottság alelnökeként én ezt csak nagy örömmel tudom nyugtázni. Az egyik az, hogy ennek a honvédelmi alapnak a bevételi oldalán azért van némi bizonytalanság az extra adók tekintetében, tehát ami nem a költségvetésből jön direktbe. Másrészt pedig az, hogy a honvédelmi bizottság elnökeként, tisztelt Antler úr, továbbra sincs fogalmunk, hogy ez a kormány 1000 milliárdokat mire és miért költ el. És akkor vannak ilyen intermedzók, mint épp most a mai napon, hogy az Egyesült Államok kongresszusában kiadnak egy közleményt, hogy 735 millió dollár, azaz 260 milliárd forint értékben Magyarország mégse vehet HIMARS rakétákat, ami egyébként a legmodernebb, és látjuk a jelenlegi háborúban is az egyetlen eszköz volt, ami effektíve megfordította az oroszok menetelését. Mire a honvédelmi minisztérium kiad egy kétsoros közleményt, hogy ja, nem is terveztünk ilyet venni. Ez aztán honvédelmi reform. Tényleg, tehát gratulálok mindenkinek. Egyet tudunk, a szám szerint tudjuk, miniszter úr tavaly, mint egy 3 milliárd forintos a személyi jövedelemadó bevallást adott le, ezt nyilván az egész nemzet könnyes szemmel ünnepli mindenhol. Nem tudjuk, hogy mire fogják költeni a pénzt, és most se tudjuk még, hiába a honvédelmi bizottság már a fideszes többsége is megszavazta, hogy be kell jönni a miniszternek, és elmondani, hogy mi fog történni, nem történt meg. Például a költségvetést, ha nézzük, a honvéd kórház szétszedése, az most jelenleg hogy áll? A kaotikus dolgokat halljuk bentről, de az, hogy ennek mi volt az értelme, hogy néz most ki, és azon belül a honvédségi része hogyan működik, azt nem tudjuk. Ami a belügyi tárcát illeti, mert mindjárt letelik az időm. Üdvözlendő, hogy végre a büntetés végrehajtásnál úgy tűnik, hogy tényleg elkezdenek építeni egy nagy börtönt, hiszen abban az egészen elmer olyan állapotban vagyunk, hogy százával engedik ki önök a bűnözőket a börtönből, így az ajtón kiengedve, mert nincs benne léghely. Hát ez szuper, ezt hallgattuk biztos minden fideszes kormányprogramban a biztonságról papulva, de jó, hogy elindítják azt a programot. Halkan megjegyzem, 9 börtönt ígértek, és halkan megjegyzem, hogy sok vidéki település is örülne, hogyha kapna. Egyet még engedjenek meg, hogy gyorsan elmondja. Azt mondja meg államtitkáról, hogy tudjuk-e módosítani a költségvetést, hogy a magyar tűzoltóknak legyen biztosítása.
Mert ma jött ki az a botrány, hogy a belügyminisztérium azért, mert nincs elég pénz a fejezetébe, nem tudja megkötni a ma vonuló tűzoltóknak, az értünk és miattunk az életüket kockáztató embereknek a baleset biztosítását, lejárt a szerződés, és a BM azt közölt, hogy nincs annyi pénze, hogy újra megkösse. Teszem hozzá, államtitkár után ilyenkor lehet látni, hogy az ilyen különadókat a nap végén kifizeti meg. A minisztériumok is, meg minden magyar ember. Kérném szépen a belügyminiszter államtitkárat, ha tud, akkor erre van megnyugtató választ. Nagyon köszönöm szépen.